Hogy jött ez a rendezvény, hogy teleszel a konferencia? Ez? Ja, ez már a rendezvény. Sziasztok! Ez úgy jött, hogy a DJ Zephyl barátom felhívott telefonon, hogy mit szólnék hozzá, hogyha. Én mondtam, hogy jó, aztán ledíleltem Nadirral, DJ Nadirral, és itt vagyok. Hogy tetszenek az autók? Tetszenek. Hát mondom, ez sajátom. Tehát ezzel jöttem, itt álltam, meg Y-ba fordultam. Ezzel mondom, egy 45... Akkor jógázsival. Jógázsi van, igen. Ez picit ilyen fideszes színű, igen, de 40 literből ben vagyok a városban. Nem az enyém, csak úgy csinálok, mintha az enyém lenne. Nagyon menők, hát főleg ez a, aki fél lábon áll, ez az autó. Ez tetszik, Impala. Stand-up comedy lesz? Nem lesz. Kifejezetten műsorvezető vagyok, de hát ha már így hallottál, vagy láttad, hogy így fel merészkedtem a színpadra, így néha így bebeszúrok ezt-azt, de kifejezetten stand-up comedy nem lesz, csak én host vagyok, tehát így összekötöm a számokat, meg majd azt mondom, hogy exhibit a színpadon. Rap az? Hogy hát, nem rap, de én is olyan hülyeségeket mondok, és a véleményemet mondom, csak nem rímekbe szedve, mint mondjuk egy rapper. Szerintem van némi hasonlóság azért a kettő között, de hát rapper nem vagyok, Isten ments. Csak így a szívem. Azért bejön? Persze. A szívem az rapper, mondom. Szervezőket mióta ismered, főleg a Zephylt? Zephylt? Hát nekem nagyon jó barátom a Gizmo, nem tudom, mond-e valamit nektek, aki által én belekeveredtem ebbe az egészbe, ő már azóta kint van Londonban. Ott volt a Rap Life-nál is. A Rap Life-nál is, így van. Na, ő nekem az egyik legjobb barátom 6 éves korom óta, és így belecsöppentem így általa ebbe az egészbe. Hát ez így fokozatosan először Stefkóékkal, aztán mindig egyre többen. Zephylt-el, Isten igazából, tavaly nyáron címbiztünk össze egy gulyatáborba, gőzzel jöttek le, és ott hát beszórakoztunk, maradjunk. Nagyot ittatok. Így van. Reppesre ittuk magunkat, úgyhogy aztán Zephylt-el lehet, hogy lesz egy ilyen kis közös projektünk, erről többet még nem árulhatok el. Azért is vagyunk jóba, és már bele is beszél, hogy ilyenkor féltékeny tőle, amikor én beszélek, neki is kell beszélni, figyelni. Szerintem lehet, hogy futnod is kell, de nem kell. Szóval lesz egy közös projekt. Amiről többet nem árulok el. Lehet, hogy lesz még. Hát időhiány van egyelőre, mert időnk nincsen, csak ötleteink. De látjuk, hogy lesz ebből valami, örülnék neki. Lehet, hogy rappelni fog? Az nem. Viszont szerepelni fogok egybe, ami még mindig titok. De valószínűleg azt elvállalom. Két rapper keresett már meg, az egyiknek nemet mondtam, nem mondom ki az. A másiknak valószínűleg igent fogok mondani, akinek a nevét nem árulom el, de MC Gőz.